Jó napot kívánok, ön dr. Kovács József vagyok, a Kirko, ez az Érkos Szavar Egyetem vezetője. Most arról szeretnék beszélni önöknek, hogy Izrael és Irán között bármely pillanatban kirobbanhat egy hatalmas háború. Izrael nagyon aktívvá vált mostanában, rengeteg a tüntetés, forrong az egész Izrael. Emellett Izraelről kiderült, hogy már nem életképes úgy, ahogy van, hiszen 10 millió zsidó plusz 3 millió palesztin, ezt egyszerűen ez a kis sivatagi ország már nem tudja eltartani. Ezért szüksége van neki egy nagy háborúra, amely miatt majd rengeteg zsidó el fog menekülni Izraelből. A legfontosabb hely, ahol legalább 2 millió zsidó el fog menekülni, ez Ukrajna déli része. Ezt Zelenszkij és Putyin már aláírta. Ukrajna déli részén most az új Izrael nevű projekt számára tisztítják meg a terepet az ott élő emberektől. Vagyis Oroszországé marad Mariupol és a Krímfélsziget. Azok miatt az események miatt, amik most északon kezdődtek Lengyelországban, remélhetjük, hogy nem fogják felrobbantani mégsem a zaporozsiai atomerőművet, hanem egyszerűen csak egy csomó zsidót átköltöztetnek Ukrajnába, és akkor nem lesz robbantás. Tehát Oroszországé marad Mariupol és a Krímfélsziget, Dél-Ukrajna pedig a zsidóké lesz. Erre a területre Izraelből fognak érkezni a zsidók Dél-Ukrajnába, akiknek 99%-a orosz anyanyelvű lesz, és jól tudnak kommunikálni a megmaradt helyi népességgel, meg az ukránokkal is, hiszen azoknak is döntő többsége orosz anyanyelvű. Még egyszer ismétlem, hogy ezt a kérdést már aláírta a Kreml és Ukrajna is. Pont ezért most Oroszország a hadi erőfeszítéseit az északi frontra helyezi át. Harkovra, Belorussziára, illetve Kaliningrádra. Közben 100 000 amerikai katona beindult már Lengyelországba, hogy a NATO is beleférkőzhessen ebbe a konfliktusba. Tehát itt látunk egy nagyon ravasz, emberellenes kombinációt. Egyrészt a monopolisták ráveszik arra az izraeli miniszterelnököt, hogy háborúzni kezdjen el Iránnal. Másrészt viszont Irán már vásárolt Putyintól a legszuperebb, hangsebességnél is gyorsabban repülő rakéta technológiát. Ez miért kell neki? Hát az, hogy rakétacsapásokat tudjon mérni Izraelre, amelyre esetleg még atomcsapások keretében is sor kerülhet. Ez igencsak stimulálni fogja több millió ember elmenekülését Izraelből. Izrael egy nagyon kis kompakt ország, kb. 8 millió ember él egy 1500 négyzetkilométeren. Azért, hogy ez a nagy mennyiségű nép megijedjen, és nagy-nagy vagy legnagyobb része elmeneküljön Izraelből, Irán a háború során fel fogja használni a kis atomtöltető rakétáit. Ez a háború szükséges lesz most Izraelnek arra is, hogy csökkentse a népessége számát. De lehetőleg úgy, hogy az embereit ne semmisítse meg fizikailag, és előkészítse az országot a világkormány érkezésére, a misszió érkezésére, ami a Bibliában le van írva. A Biblia világosan beszél erről, tehát Izraelben jelen pillanatban a bibliai terv megvalósítása folyik. Salamon király terve alapján folyik minden. Amint beindul az izraeli háború, a nép nagy része elmenekül onnan, a világkormány megjelenik és meg fogja magát nevezni állítólag. De hát azt még meglátjuk. Ezeket a terveket már régen egyeztették és aláírták. 2 évvel ezelőtt a jeruzsálemi nagy találkozón. Ott volt Charles herceg is, aki ma már király, ott volt Putyin is, Zelenszkij is, és minden európai ország képviselője ott volt. Pontosan akkor Jeruzsálemben, most már talán 2,5 éve írták alá ezt a szerződést, amely az új Izrael létrehozásának a szerződése. Ez a szerződés az új Jeruzsálem létrehozásáról szól Izraelben, miután onnan elment kb. 5 millió ember, a háború következtében különböző országokba, és legalább 2 millió Ukrajnába. Tehát, mint látjuk, hogyha analitikusan gondolkodunk, akkor már is látjuk, hogy Oroszország azért támadta meg Ukrajnát, hogy az ukránok elmeneküljenek a saját földjükről,
Majd jön a háború második szakasza, Belorusszia és Lengyelország határán is elkezdődik a háború. Ezért a zsidók nem Ukrajna északi részébe fognak majd menni, hanem csak a délibe. A Kárpátokba nem mennek, mert ott nincsenek termőföldek, amiken létrehozhatnák a kibucaikat, amik majd egy ilyen 5000 fős, körülbelül 5000 fős zárt falvak lesznek. A lengyelek, ha lettek, majd úgy szintén nyugatra fognak menekülni, ha ott is elkezdődnek a hadi cselekmények. Tehát az egyik helyi háború most a másik után fog kezdődni. A következő szakasz az is lehet, hogy például Izrael saját magát bombáz majd atombombákkal. Ezt a politikát Oroszországtól tudja átvenni. Ő bombázta már elégszer Szibériát. Mármint Oroszország. Ugye Izraelben, az ország központjában, Tel Avivtől nem messze, 10 kilométerre található egy atomkutatási központ. Ha Irán belelő ebbe a központba, akár normál nem atomrakétával, akkor is egy nagy radioaktív robbanás lesz. Ott már 40 éve gyűlik az atomhulladék, és ha azt felrobbantják, akkor Tel Aviv fele és a közeli városok is mind megfertőződnek. A Tel Aviv közeli városokban nagyon magas százalékban laknak az orosz ajkú zsidók, akik annak idején, meg most is Oroszországból menekültek oda. Atomsugárzás esetén világos, hogy ezeknek az embereknek a többsége majd elmenekül. Hát oda, honnan jöttek, Ukrajnába, Oroszországba. Nem is szólva, hogy ők unják, mert ezt a kemény izraeli témát, panaszkodnak, hogy milyen rossz arra felé jel. Ukrajnában izraeli kibuszokat hoznak majd létre, izraeli agrotechnológiával, mint magában Izraelben. Kb. 20-30 ökó kibuc falvat akarnak ott létrehozni, amelyben kb. 5000 zsidó fog élni egyenként. Az árukat majd az európai piacra fogják szállítani. Addigra meg kell tisztítani ezt a területet az ukrán népességtől. Izrael egy exterritoriális állam volt mindig is, és most is az maradt. Ezeket a területeket, ahol az izraeli államból elmennek a zsidók, Ukrajna úgymond 99 évre bérbe adja Izraelnek. Ő majd helyreállítja ezeket a területeket agrotechnológiával, a legmodernebbekkel. Pont ezért robbantották fel a vízerőművet a Dnyepr folyó, mert a régi öntözési rendszerrel nem tudnak ilyen hatalmas terméshozamokat elérni. Köszönöm szépen, hogy megnéztek, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra. Viszontlátásra!